6. alkalommal rendeztek nyári tábort a katonasuli programban résztvevő iskolák diákjai számára a Szolnok helikopterbázison. Az egyhetes program során a fiatalok a katonai alapismeretek tantárgy elméleti anyagait ismerhették meg a gyakorlatban. Van olyan tanuló, aki idén már harmadszor van. Az idei évben két turnus van, kétszer egy hetet csináltunk, és van olyan diák, aki az első és a második héten is részt vesz, tehát biztos azért, mert szeretnek itt lenni. A tábor felépítése, a napirend, a programok azok úgy lettek felépítve, hogy illeszkedjen a tantárgyhoz, tehát azokat a gyakorlati dolgokat oktatjuk a gyerekeknek, amiket tanulnak elméletben az év folyamán. A mai napon a túlélésnek az alapjait vették a gyerekek, tűzgyújtás, túlélési ismeretek, víztisztítás, meg volt egy kicsit fűszerezve általános harcászati foglalkozással, és gyakorolták egy kicsit a kézigránátdobást. Tűz! Detonál! A táborozó fiatalok közül sokan katonai vagy rendőri pályán képzelik el jövőjüket. Katona szeretnék lenni ugye a jövőmben, ez az, amit támogatnak, és úgy meg is szeretném valósítani mindenképpen, és minél többet szeretnék tanulni és elsajátítani. Például a víztisztítás az nagyon tetszett, meg a tűzgyújtási fotókat is megmutatják, úgyhogy nagyon jó. Azért jelentkeztem a táborba, mert kiszedtem volna próbálni a katonaelnétet, mert érdekel engem. Szeretnék haditudósító lenni, meg ugye ez az egész militáris dolog, ez elég érdekel. Nekem nagyon tetszett a reggeli testnevelés, tényleg nagyon jó volt, és én az álcázást nagyon szerettem tegnap, az nagyon vicces volt. A szolnoki tábor népszerűségét jól bizonyítja, hogy a nagyszámú érdeklődésnek hála idén 2 30 fős turnusra osztották szét a jelentkező diákokat.